A mezőny első felébe tartozó sényű ellen nagyon motiváltan kezdett a szél által támogatott kiesés ellen harcoló Putnok, a vendégek igyekeztek nyomás alatt tartani a hazaiak kapuját. Ehhez képest a sényű szerzett vezetést a 25. percben Klepály szabadrugásból talált a putnoki kapuba. Két perccel később megfogyatkozott a házigazda, Bartát második sárgáját követően kiállította a játékvezető. A második félidőben így a védekezésre helyezte a hangsúlyt a hazai csapat, a vendégek pedig mindent megtettek az egyenlítésért. Erőfeszítéseiket a 74. percben siker koronázta, és szögletet követően Krén szerzett gólt, kiegyenlítve az állást. Többször már nem rezdültek meg a hálók, így egy-egyel végződött a mérkőzés. Emberhátrányba kerültünk, attól függetlenül azt gondolom, hogy nem volt helyzetünk, de nagyon-nagyon fegyelmezetten védekezett a csapat, és nagyon jól védekeztünk. És itt sajnos megint egy szerencsétlen pontrugás után tudtunk egy gólt kapni, de az a csapat, amik így tud védekezni és így tud küzdeni a pályán, az sok sikert érhet még el ebben a szezonban. Behoztak még egy támadót ugye szünetben, három támadóval támadták a kapunkat, próbáltunk kontrákra berendezkedni, a szélén a gyors embereink gyorsaságát próbáltuk kihasználni. Nem is nagyon adott egyébként több lehetőséget az ellenfél, hiszen amikor labdát vesztettünk, ugye emberelőnyben egyből bontották a szélét és mögén kerültek. Mint a sényűi gól szerzője, Klepács Krisztián elmondta, ezúttal úgy döntött, hogy változtat a megszokott koreográfián. Mindig a rövidre szoktam lőni, most nagyon közelről volt. Gondoltam, hogy a kapusban be fog lépni, mert fogja tudni, hogy rövidre fogom rúgni, ezért visszaúztam, sikerült, hál' Istennek. A sényű ebben az évben 4 meccsen 3 döntetlen mellett egyszer vereséget szenvedett, így az első tavaszi győzelemre még vár a csapat. Tudtuk jól, hogy sokkal nehezebb lesz ez a tavaszi szezon, ugye mindenki, főleg ott a hátulja, ugye az az 5-6 csapat az életéért küzd. Úgy gondolom, hogy akiket ősszel gyengébben szerepeltek, azok is erősödtek, akik ősszel erősök voltak, azok még erősebbek lettek, úgyhogy így ez egy teljesen kiélezett és elég nehéz és kemény bajnokság lett. A másik megyebeli csapat, a Kisvárda 2 hazai pályán 5-2-re verte a Tiszaújvárost. A keleti csoport tabelláját a Tiszakécske vezeti 62 ponttal megelőzve az 54 pontos Jászberényt és az 52 pontos BVSC Zuglót. A 39 pontos Kisvárda 7., a 37 pontos Sényű a 9. helyen várja a folytatást. A 26. forduló párosítása a következő: Füzesgyarmat Mezőkövest 2, Gyöngyös Salgó Tarján, Jászberény Tiszafüred, DVTK 2 Balassagyarmat, DVSC 2 Tiszakécske, Tiszaújvárost Város Cegléd, Sajóbábony Kisvárda 2, Tája Sényű, 60 BVSC Zugló és Putnok Eger.